Jó, majd át fogom tolni, csak éppen a formalitás. Tehát szeretettel és tisztelettel köszöntöm Gazda Józsefet, a Szent László Magyarság Tudományi Akadémia mai előadóját, aki a Jövő a Szent Korona jegyében című nemzetstratégiai konferenciánknak is előadója volt, ugyanezzel a címmel, ugyanebben a témakörben, a magyar nemzettudat állapota és a magyar jövő. Ezen a címen fogja megtartani előadását, és szeretném köszönteni azokat, akik itt a teremben vannak jelen, illetve azokat, akik az interneten követik ma, vagy az elkövetkezőkben bármikor a mai előadást. Annyit szeretnék még elmondani, nem tudom, hogy vannak-e olyan nézőink, akik a 2 évvel ezelőtt és a tavalyi előadást is látták. Én nekem különösen a tavalyi előadás kifejezetten szenzációszámba ment, az a nagy ívű áttekintés, amit a nemzettudat, magyar nemzettudat alakulásáról, sors kérdéséről adott Gazda József, és az a mód is, ahogyan ezt itt bemutatta. Úgy gondolom, hogy mindannyiunknak hasonló élményben lehet részünk, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy egész éjszaka utazott, Kovásznától idáig, hogy délre ideérjen, és talán annyit tudott szusszanni, hogy most meg tudja kezdeni ezt az előadást. Még egyszer szeretettel köszöntöm, és átadom neki a szót. Na hát, közelebb? Egy kicsit. Most jó. Én is szeretettel köszöntöm azokat, akik követik ezt az előadást, és bele is vágok rögtön. Hármas felépítést szántam ennek az előadásomnak. Nemzet, nemzettudat, magyar jövő. Közhellyé vált általában a tudományosságban, hogy a nemzet fogalma az a felvilágosodás korában alakul ki, és a régebbi időkre nézve, én nem is tudom, hogy miként magyarázzák ezek a tudós emberek, akik lokalizálják a nemzet fogalma megszületését a 18. századra, ugye a nagy francia forradalomnak a korában vagyunk. Az vitathatatlan, hogy akkor a nemzettudat különféle népekben megerősödik, de egyáltalán nem jelenti azt, hogy nem lett volna. Nálunk magyaroknál beszélhetünk középkori nemzettudatról, és hogyha csak végig tekintünk a magyar történelmen, végig tekintünk a Szent Korona történetén, pontosabban a Szent Korona eszménye, Szent Korona tana kialakulásának a történetén. Végig tekintünk a főleg a honfoglalás kora óta ismert magyar történelmen, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy ahhoz, hogy ez a nemzet meg tudjon maradni itt Európa szívében, a kezdetektől fogva egy nagyon erős nemzet tudata volt, és nem csak kellett, hogy legyen, hanem volt is. Gondolok itt arra, hogy közismert, hogyha csak írásos
dokumentumokra tekintünk, közismert már a Siratóének, a Rogérius féle Siratóének, amikor a tatárok elpusztították Magyarországot, ott is a szerző a nemzethez, a magyarsághoz szól, a magyarság tragédiájáról írja művét, és elénk varázsolja ezt a szerencsétlenné vált népet, amely szenved azért, mert ez is nagyon érdekes, egy olyan nép vagyunk, és ezért én mindig büszke vagyok a nemzetemre, amelyik sohasem azt mondja, akik sohasem azt mondjuk, hogy igen, mert jöttek azok a gazemberek, hanem mindig magunkban keressük a hibát. A Siratóének és tulajdonképpen az egész Zrínyiászig is folytatva az írásban nyomot követhető forrásokat. Mindig azt mondjuk, hogy saját bűneinkért büntet az Isten, tehát a bennünket ért tragédiáknak okozói is vagyunk valami módon. Ezt azért hangsúlyozom itt, mert később erre vissza fogok térni a magam módján. Tehát okozói is vagyunk, mert ugye az akkori középkori gondolkodásmód szerint, mert elhagytuk Istent, nem követtük Istent kellőképpen. Na most még tovább időzzünk a nemzet fogalmán, ugye, hogyha ezen a csodálatos magyar nyelvünkön a szót, a fogalmat nemzet, nem, ugye, nemző, nemzés, nemzet, soron lehet a gondolkodásban is követni, hogy a nemzet egy genetikai közösség a maga módján, tehát a nemzet nemzet, amelyet az apák nemzettek, és a láncolatot így fel lehet vinni a végtelenig. Én azt hiszem, hogy ama kevés nép vagyunk a világon, amelyiknek oly régi történetünk van, hogy ennek a történetnek a kezdeti idei belevesznek az ős homályba. Ady Endre soraival vagy szavaival valahonnan messziről jöttünk, tehát ennyit tudunk, hogy valahonnan messziről jöttünk. Ilyen szempontból a Világszövetség is ugye, hát a nemzet megfogalmazását ezen az elmúlt világkongresszuson úgymond letette a nemzetnek az asztalára a maga megfogalmazását. Tehát valahonnan messziről jöttünk, és vagyunk. Na most, hogy vagyunk, az tulajdonképp ennek a tudatnak a nagyon-nagyon régi idők óta való meglétének köszönhető, mert már ugye az egész magyar történelem arról tanúskodik, arról vall, hogy a mindenkori fiak óriási áldozatokat hoztak a nemzetnek a megmaradásáért, hiszen örök veszélyeztetettség jellemzi vérzivataros évszázadainkat, csodálatos ez a kifejezés, ugye, a magyarság vérzivataros évszázadai, és ezek a vérzivatarok kellettek ahhoz, hogy ez a nemzet fennmaradjon. Na most a nemzet tudat jelenlétét én Rogérius Siratóénekétől kezdtem, de vehetjük Bornemisza Péter, ó, én édes hazám, ugye a haza szeretetnek, a népe szeretetének csodálatos költeménye, vagy Balassi Bálint
versei, amikor a végek dicsérete, ugye, gyönyörű dolog végvári vitéznek lenni, holott ugye mindig a halálnak ki vagy tévedte, szép és dicső dolog a hazáért meghalni, mondja az Rinyi Miklós. Most a népünkről, népünk múltjáról beszélve és közeledve a nemzettudat témához, meg kell jegyeznem, hogy már a 9. században, gondoljunk arra, hogy Bölcs Leósz császár 855-ben leírja azt, hogy kik, milyenek a magyarok, jellemzi az eleinket, az akkor élt eleinket a fiának hagyakozva, és leírja azt is egyebek mellett, hogy ennek a nemzetnek a soraiban, vagy ennek a népnek, mert hát nyilván ő nem nemzetnek nevez bennünket, a fiának felhívja a figyelmét, hogy nagyon könnyű körünkben árulókat találni. Ez egy szomorú dolog, és azt mondja, hogy olyan és csodálatosan jellemez, annyiszor elgondolkoztam ezen, azt mondja, hogy szinte legyőzhetetlenek vagyunk, mert ha már biztos, hogy vereséget szenvedünk, úgyse adjuk meg magunkat, beszél az akkori katonákról, magyar harcosokról, utolsó csepp vérükig szinte ez az én szavam, ostoba módon nem adják meg magukat, harcolnak, s ezért az ellenségnek is óriási károkat okoznak. Ugorjunk 400 évet, vagy 500 évet inkább, amikor ugye Zrínyi a maradék katonáival kirohan Szigetvárából, és utolsó kirohan azért, hogy meghaljon, de tudja azt, hogy nem mindegy, hogy elesünk, úgy halunk meg, vagy úgy, hogy megrettentjük még halálunkban is az ellenséget. Tehát ennek a nemzetnek csodálatos tulajdonságai vannak, de visszatérve, könnyű a soraiból árulókat találni. Ez utal egy megosztottságra is, hogy nem mind vagyunk egyformák. Később majd, ugye közel 1000 évvel Széchenyi István, gróf Széchenyi István is felhívja a figyelmet, hogy vigyázzunk, mert nem mindenki, aki magyarul beszél, érez magyarul. Tehát egy olyan nép vagyunk, amelyiken belül van egy bizonyos fajta megosztottság. A történelem 1000 lehetőséget adott ennek a megosztottságnak a megmutatására. Menjünk vissza a Habsburg uralom jelentkezéséig, amikor a Habsburgok mellett kiállókat a magyar történelmi hagyomány elnevezi ugye Labanc magyaroknak, tehát megszületik ez a fogalom, hogy Labanc magyarok és Kuruc magyarok, vagy úgy is mondhatjuk, hogy a magyarság ügyét fel nem vállaló hatalomhoz való lojalitás, a lojális magyarok, akik azokkal szemben lojálisak, akik bennünket nyugodtan egy kicsi túlzással azt mondhatnám, hogy el akarnak pusztítani, tehát szinte azt a kifejezést is használhatom, hogy az ellenoldalra dolgoznak, és velük szemben, ugye még mielőtt a Kuruc szó fogalma megjelent, már azelőtt ott vannak a nemzettért az életüket adó, ugye a szép és dicső dolog a hazáért meghalni gondolatot vallók, akik 150 éven keresztül véreznek a végvárakban, és védik a hazát,
akik majd a török hódoltság idején új, a másik magyar hazát megteremtve az erdélyi fejedelemségben éltetik a magyar álomeszményt. Ez is számomra mindig megható, amikor Pázmány Péter levelet ír Bethlen Gábornak, tehát hadd mondjam, hogy Pázmány Péter a rekatolicizáló magyar főpap, aki azonban hazafi, és levelet ír a protestáns erdélyi fejedelemnek, és leírja ezt a mondatot, hogy egyez ki a törökökkel, mert hanem elvész a magyarság. Tehát az 1600-as évek elején vagyunk, és leíratik az a szó, hogy hanem elvész a magyarság, vagy az a szó összetétel. Tehát a nemzet halál gondolata is mindig valahol ott lebeg a fejünk fölött, meg tudunk-e maradni, oly veszélyes, oly tényleg, megint a metaforát használjam, oly vérzivataros a magyar történelem, hogy örökké ott a nagy, ijesztő és szinte azt mondom, jajkiáltó kérdés, hogy meg tudunk-e maradni, képesek leszünk-e megmaradni, vagy el fogunk pusztulni, vagy el kell pusztulnunk. Az erdélyi fejedelemség korának a levelezését, hogyha valaki beleássa magát, szinte napi visszatérő téma, hogy a kétségbe esett, jaj, hogy meg tudunk-e maradni. Sajnos ezek a rossz látomások, vagy kétségbejtő jövő látomások, ezek be is váltak, mert hát ugye Erdély elveszett, Trianon elveszejtette Erdélyt, és a kérdőjel tovább még szorosabbá válik, még ijesztőbbé, még kétségbejtőbbé válik, hogy képesek leszünk-e ebben az embertelenségben, mert egy hihetetlenül embertelen korban élünk, napjainkban is képesek leszünk megmaradni. Tehát mondom, visszatérve egy picivel előbb bontogatni kezdett gondolathoz, tehát a magyarságnak mindig megvan az úgynevezett, hogyha ezt a szót elfogadjuk a későbbiekre, inkább szimbolikusnak, mert egy adott pillanatban született, és akkorra is vonatkoztatom, amikor ez még nem volt meg. Tehát kuruc magyarok, nevezzük a kuruc magyarokat nemzetszerető magyaroknak, akik a nemzetért bármiféle áldozatot meghoznak, és akiknél mindennél fontosabb a haza, mindennél fontosabb a nemzet szembe az ő egyéni érdekénél, tehát az egyéni érdek, az én érdekem messze másodlagos a közösség, a haza, a szülőföld érdekénél. Na most, ez a kettőség, ez végig vonul a magyar történelmen, és hogy vagyunk, azt az úgynevezett kurucos, illetve nemzet szerető, nemzeti érzést magában hordó, a nemzeti érzéstől fűtött magyarságnak köszönhetjük, mert ha nem lett volna második Rákóczi Ferenc, nem lett volna ugye a nagyságos fejedelem, egész nemzetet felrázó nagy szabadságharc, amely ha bukással is ér véget, mert az ellenerő mindig hatalmas, mindig erőnket meghaladó
ellenerőkkel kell a harcot vívnunk, mégis vagy 848-49-ben ezek a feltámadások, ezek az újra és újra eszmélések éltetik tovább a nemzetet, éltetik és tartják meg. Igen ám, de a másik oldal, a Labanc oldal, az is teszi a maga módján a magáét, tehát egy olyan nép vagyunk, erre sajnos nem tudok teljes, tudnék részleges, de nem érdemes részleges dolgokba belemenni, teljes választ adni nem tudok, hogy minek köszönhető, hogy valóban a mi nemzetünk összetett nemzet eredetét, tehát a nemzet apák, fiai nem egy az egyben vonatkozik erre a mi nemzetünkre. Idegen elemek kerültek be körünkbe, akik a nyelvünket átvették a kultúránkba úgy, ahogy beépültek, de nem érzik a nemzet ügyét saját ügyüknek, és vagy csak a Bölcs Leó interménél maradva, tehát van egy gyenge jellemű része a nemzetünknek, akiket könnyen kézre lehet keríteni, pontosabban szolgálatunkba lehet állítani. Ezek az idegen erők mindig körünkben találják meg a maguk csatlósait. Ugye, hát én azt hiszem, nem kell ennek az előadás hallgatóinak bizonygatnom, hogy elegészen a mai napig, de több száz évre visszamenően közénk épültek, közénk vannak épülve ezek az idegen érdekek csatlósai. Most közeledünk a Trianon 100 éves évfordulójához, hát kétségbejtő, hogy a Trianon szándéka, amely nyilván egy külső szándék volt, teljesen belföldi segédlettel valósul meg, károlyiék. Én azt hiszem, hogy a magyar egyetemes történelem legsötétebb alakjai Károlyi és a köréje csoportosult nemzet áruló csürhe, csak csürhének lehet őket minősíteni, aki, hát csak egyre gondoljunk, hogy a frontokon még majdnem dörögnek az ágyuk, amikor Károlyiék hatalomra kerülnek. A hatalomra kerülés is az, hogy a frontokon az ügynökök uszítják a népet, hogy dobjátok el a fegyvert, éhezik a családotok. Tehát ügynökök dolgoznak a frontokon mindenütt, hogy a magyar harcosok úgymond kezéből kivegyék a fegyvert, csak akkor Károlyi hadügyminisztere első nap, ahogy kinevezi hadügyminiszternek, bejelenti, hogy ő pacifista, és hogy a magyarok a fegyvert dobják el, és ennek egész konkrét esetét tudom, hogy Erdélyben volt egy 1916-os román betörés, amelyiknek a kiváltó oka az volt, hogy Románia szövetségest játszott, és nem kellett oda határőrségre, tehát egy olyan laza határőrség volt Románia fele, hogy mondjuk 2 kilométerenként 10 határőr, akik néha járőröznek ottan, de hát ha 10 ember 2 kilométeren, akkor 200 méteren egy ember nem tud fenntartani egy hadsereget, amelyik jön szembe. És így a románok betörnek, és amikor őket pár hét múlva hadi átkoncentrálással kiszorítják, akkor ott a keleti határokon, én ott élek, ott erős határőrséget telepítenek, és akkor az én történetem az, hogy egy Ozsdolai, a legszélén levő település sor egyike Ozsdola,
egy ozsdolai, nekem a történetét elmondó bácsi, aki akkor 90 év fölött volt, amikor nekem elmondta a 80-as években ezt a történetét, mondja, hogy bement reggel, még a napra is emlékszem, november 6-án volt, és bement kézdivásárhelyre, és akkor még gyalog jártak nagyjában, és kora délután megy haza, hát akiket reggel, mint reguláris gyakorlatozó katonákat, határőröket látott, amikor indult kézdire, azok pálinkás üveggel énekelve, dőlingézve jönnek, hogy Károly Mihály nem akar magyar katonát látni. És akkor ennek volt a következménye, hogy hazazavarja a határőrséget, hát Károlyi nevében a hadügyminisztere, de Károlyi mindenképpen hát nevét kellett, hogy adja, és Károlyinál csak egy kérdés van, hogy hülye volt-e, vagy pedig gazember, ez más nincsen. Lehet egy tök hülye, mert mondják, hogy egy írtókorlátolt valamelyik angol államférfi mondta, hogy a magyaroknak annyi okos grófjuk van, se egy hülyét kellett oda tegyenek 918-ban az ország vezetésére. Tehát visszatérve, tehát megint ott marad, s megint másodszor úgy jönnek be, hogy egy eljön a román hadsereg úgy Budapestig, hogy gyakorlatilag, na most ilyen önkéntes akciók voltak, a székely hadtestek létrejönnek, de az alulról szerveződött Károlyék akadályozták, hogy megszerveződjenek a székely hadosztályok, és Károlyék minden erejükkel azon voltak, hogy ne álljanak ellen a román bejövetelnek, úgyhogy elméletileg lehetséges az, hogy úgy jöttek fel seregek Budapestig, hogy egy puskalövés el nem dördült feléjük, nyugodtan jöttek, mert egy elárult ország biztosított nekik utat, hogy oda jöjjenek. Na most kik ezek az emberek? Kik ezek az emberek, akik a saját hazájuk ellen cselekszenek, és a saját hazájukat szolgáltatják ki, juttatják idegen kézre. Na most a kik kérdésre megint a nemzettudat kérdésével válaszolok, tehát feltevődik a kérdés, hogy van-e akkor olyan rétege a magyarságnak, amelyikből teljesen hiányzik a nemzettudat? Sajnos van. Számára az, hogy nemzet az olyan, hogy minthogyha egy mocskos papírt idébb dobok, vagy odébb dobok, van közöttünk egy réteg, akiben még az írmagja sincs meg a nemzet, ennek a nemzetnek a szeretetének, eznek a nemzet ügyének a felvállalásának, semmi. Na most, hogy történik ez, hogy kialakult egy ilyen rétege a nemzetüknek? Megint a Habsburgokig kell visszamenni, amikor a Habsburg hatalom nyilvánvaló Magyarországot gyarmattá szerette volna tenni, és ehhez neki csatlósokra volt szüksége, és azok közül kerülnek a csatlósok, egész biztos, hogy bár nagyon érdekes, Rákóczi direkt az ő emberüknek akarják nevelni, de akiben valahol ott van a csirája a nemzettudatnak, annak azzal nincs mit kezdjenek, mert az a nemzetét fontosabbnak érzi, mint az urat szolgálni. Viszont megvan ez a réteg, akikben megtalálják az ő embereiket, és úgymond szolgálatukba tudják állítani, ebből következtetve egy elég régi betegség a magyarságnak az, hogy bizonyos rétegek számára végtelenül
utolsó helyet foglal el az, hogy a nemzetem szeretete, illetve nem létezik ez az érzés, nem létezik. Megbízókat szolgálok, teljes gátlástalansággal, teljes közönnyel dobom oda a hazámat, juttatom Trianon martalékává a hazámat, mert a Trianon kigondolói, még egyszer ismétlem, a főszövetségeseiket a mi köreinkben találták meg. Na most ez folyamatosan megy, ez a manapság ezt az oldalt szokásos liberális oldalnak nevezni, tehát ma is ott vannak az Európai Unióban azok a Magyarország képviselői, akik ha el kell ítélni Magyarországot, akkor elsőnek csaholnak, hogy annyira gyűlölik a hazát, annyira gyűlölik a hazájukat, hogy gátlástalanul ellene cselekszenek. És nagyon érdekes, itt be kell, hogy kapcsoljam ezt a kifejezést, hogy ugye a világ erő, a világhatalmi erő, ennek a világhatalmi erőnek az a szimpatikus, aki nem nemzetben gondolkodik, hanem szervilitásban, tehát neki bármit megtesz, biztos megvannak a csatornák, hogy a fizetést megkapja az áruló, és az árulókat általában jól meg szokták fizetni. Az nem tudom, hogy igaz-e, hogy még az is megveti őket, akiknek dolgozik, mert hát az árulót azt általában megvetik. Nem tudom, hogy ezeket a mi aktuális árulóinkat megvetik-e, vagy nem. Na most, hogyha ennek a történetét végigkövetjük, ugye akkor a Habsburg-kor, akkor a későbbiekben is mindig itt van 49 elárulása, elbuktatása, a 49 utáni időknek a nagy nyomása, de minden nyomás ellenállást is vált ki, tehát nem igazolható az, hogy a, nevezzük így egy összefoglaló szóval, a külső erők, akik a mi hazánkat célozzák meg, mindig jót lépnek, mert minél erős, szóval azokat is érintenek a lépések, akiknek drága a haza, és akkor sokszor ugye hát Ady Endre írta le, hogy nekünk Mohács kell, ne legyen egy fél percnyi békességünk, mert akkor végünk. Erdélyben is el szoktam mondani, hogyha tudnák a románok, hogy mi egy olyan nép vagyunk, akit hogyha birizgálnak, tövködnek oldalról, akkor mi attól feltámadunk, és nem megadjuk magunkat, tehát ezek az ellenünk jövő támadások azt a rétegét a nemzetnek, akikben megvan a nemzettudat, inkább serkentik az ellenállásra. Talán ennek a nemzeti tulajdonságunknak is köszönhetjük, hogy megvagyunk, de hogy folyamatosan folyik a magyar nemzettudat elleni háború a csatlósok bevonásával, a szolgalelkűek hadának a bevonásával, azoknak a bevonásával, akik, amikor most az elmúlt évtizedben ugye Magyarországot a tönk szélére jutották, de az uniónak semmi szava sem volt, hogy valamit rosszul csinálnának. Minden tetszett nekik, mert nem tudom miért tetszett nekik. Tehát ők jó fiúk voltak, az a rossz fiú, aki próbál a nemzetben gondolkozni, és a nemzetért tenni valamit. De ha visszamegyünk, egy óriási nyomás jön a magyar nemzettudatra 49 után, amikor ugye nagy betelepítések vannak, sőt már a törökök kiűzése után
amikor Mária Terézia tömegesen telepíti be a bánságba a svábságot. A svábság nagyon szépen asszimilálódik, és magyar érzésűvé válik, úgyhogy ez megint egy érdekes folyamat volt. A szászok Erdélyben 800 éven keresztül megmaradnak, akiket Mária Terézia azért telepít be, hogy mi ne kapjuk vissza a földünket, és azok magyar érzésűekké válnak nagyrészt. Tehát nem mindig jön be a számítása a politikának, amit a politika irányítói próbálnak elérni, de ennek ellenére, mondom, megvan ez a kettőség minden korban, minden körülmények között. Az is megkérdőjelezhető, hogy a kiegyezés bár elindított egy óriási fellendülési folyamatot, talán mivel ott is nyomul be ez a liberális szellem, ez a liberális erő, legalább annyi rosszat tesz a magyar jövőnek, mint amennyi pozitívumként értékelhető vagy érvényesíthető. Hát olyan bűnök történnek akkor a kiegyezés korában a nemzet ellen. Tehát folyik ez a nemzet ellenes folyamat. Na most ez is jellemző, hogy a mi forradalmaink, még ha győznek is, akkor is elbuknak. Ez volt 48-49-el is, egy adott pillanatban győzött, és akkor jön az utólag meggondolja a világ másik része magát, hogy hoppá, nekünk ez nem jó, hogyha a magyar tudat erősödik, akkor jön a második nyomás, összefogás, orosz seregek benyomulása, stb. Elbukik a forradalom. Ugyanezt történik 56-tal is, hogy győz egy adott pillanatban, és akkor beavatkozik Amerika orosz oldalon, legalábbis szóban, csak rajta fiúk, mi nem szólunk bele, és akkor jönnek. Emögött ott lehet az, hogy egy bizonyos nemzetközi erőnek nem az a jó, hogyha mi nekünk nem jó, ha mi nem tudunk, mert ha mi öntudatra ébredünk és begerjedünk, az nekik nem jó. Tehát ezért meg kell királyában folytani mindent. Az 56-os forradalom 500 vagy 400-től 600, amit sejlik felakasztottjánál, nagyobb vesztesége volt a nemzetnek az, amit Kádár korszak pontosan a nemzet tudat szisztematikus írtásával elér. Hát erre mondjak egy példát, hogy Kölnben egy 972-ben disszidált férfi emberrel, aki akkor 22-23 éves volt 72-ben, találkoztam, és megdöbbentett, amit elmondott. Azt mondja, hogy ő olyan családból származik, itt Pestnek egy külfalujából, nem jegyeztem meg, honnan, ahol nem volt, valahogy olyan emberek voltak, hogy nem családi beszélgetés témája, soha nem volt, hogy magyarság, stb. Tehát neki az otthoni műveltsége nulla volt, ő ezt magyarázza is, hogy a szülei elfoglaltak voltak, ez egy okos ember volt. A lényeghez kanyarodom, hogy disszidál és Kölnbe kerül, és egyszer hallja, még egyszer ismétlem, 72-ben vagyunk, hallja, hogy Erdélyiek Magyar Egyesülete. Délvidékiek Magyar Egyesülete. Mi ez, hogy Erdélyiek Magyar Egyesülete? Azt mondja ez az ember, hogy soha ő addig nem hallotta, hogy a Csonka Magyarország határain kívül van Erdély, ahol magyarság él, van délvidék, ahol magyarság él, és akkor ez egy
magyar, egy lappangó magyarság tudatú ember, mert ebből egy nagy magyar hazafilet ott, Münchenben, és a magyarság nem Münchenben, Kölnben, ott a magyarságért rengeteget dolgozik, de ő itthon ebben a szerencsétlen országban soha nem hallotta, hogy vannak magyarok. Ezt alátámasztja az idősebb réteg, tudhatja, hogy volt ugyancsak valamikor a 70-es évek végén egy ilyen szenzációt kiváltó történet, hogy az egri pedagógiai főiskolásoktól megkérdezték, hogy kik a székelyek, és fogalmuk se volt a többségnek, hogy milyen nyelven beszélnek, és ez az ország nevelte, ez az ország hűítette, ez az ország írtotta belőlük a nemzettudatot, ez az ország vitte oda, hogy semmit ne tudja népedről, ne is szeresd, ne is foglalkozz vele, azzal foglalkozz, hogy lopjál, csaljál, hazudjál, bármit csinálj, rakd el a zsebédét, az nem baj, itt lehet lenyúlni dolgokat, az Kádár elvtársat nem bántotta, épp csak a nemzetét legyen számodra közönyös. Na most, ennek az eredménye az, hogy ez a nemzet, hogy kik vagyunk, nemzetben tudunk-e gondolkozni, van-e nemzettudatunk, nincs nemzettudatunk, mesterségesen is ezt az oldalt próbálják a mindenkori aktuális magyarországi hatalmak, vagy a majd mindenkori, mert nagyon kevés kivétel van, ezt az oldalt próbálják erősíteni, amelyiknek nincs nemzettudata, nincsen semmiféle úgymond lelki kötődése ehhez a nemzethez. Na most, ebből következtetően mai napig is egy olyan összetett helyzet van Magyarországon, és az egész Kárpát-medencében mi erdélyiek is csak részben vagyunk egy más helyzet következtében kivételek, de a nagy általános jellemzők ránk is jellemzőek. Ugyanúgy az erdélyi magyarság között is megvannak azok, akiknek semmit nem jelent a magyarságuk, a székelyek között ugyanúgy megvannak. Tehát ez egy általános jelenség, hogy egy rétegünk önmagával van elfoglalva, és nem tartja különösebben feladatának, hogy azon túllépjen. A világ magyarságára is jellemző az, azért elhoztam, hogy csak felmutassam, hogy én egy a nemzetem iránt érdeklődő, nemzetem sorsa iránt érdeklődő ember lennék, és közel 50 országot jártam be, ahol már 54 ország szerepel, ahova nem jutottam személyesen el, szinte mindenütt elmentem, ahol magyarok élnek a szerte a nagyvilágban, így jártam én Új-Zélandban is, és Venezuelában, és dél-amerikai országok jó néhányában, mindenfele, és mindenütt magyarokat kerestem, és ott is általános következtetésem, hogy mi egy olyan nép vagyunk, ott sajnos negatív. Én hiszek abban, hogy itt a tömbben talán nem vagyunk túlságos kisebbségben, de nem tudnám megmondani, hogy áll a helyzet, de itt azért van egy elég erős magv, amelyik a tűzbe menne a népéért, és tényleg a nemzete szeretete jellemzi, de ha onnan nézem a nagyvilág helyzetét,
akkor megmerem kockáztatni, hogy 100 emberből maximum 100 magyarból maximum 5-6 van szerte a nagyvilágban, aki számára az átlagosnál fontosabb az, hogy ő magyar. Na most egy egyszerű példával támasztom alá, én nem tudom, hogy itt Budapesten hány arab lehet, de nem tudom, hogy önök tudják-e, hogy az arabok működtetnek itt egy 12 osztályos arab 1-től 12-ig iskolát. A kínaiaknak van 1-től 12-ig iskolájuk. Buenos Airesben hallottam valamennyiünk számára, legalábbis az én generációmnak óriási élmény volt a Muszadák 40 napja című könyv, valószínű a hallgatóim közül többen olvasták. Az a 15 ezernyi ember, aki akkor szerencsétlen menekült, hogy az életét mentse, és a végén hajóra tudnak szállni, azok Argentinában kötnek ki, mai napig is fenntartanak, vagy 4 vagy 5 örmény gimnáziumot Buenos Airesben. A magyar, a világ magyarsága egyet se tart fent, egyetlen egyet sem. A világ magyarsága egy nagyon csúnya szó, tojik arra, hogy magyar gimnáziuma legyen. Maximális az, hogy hétvégi iskolákat hetente egy szombaton összegyűlnek a gyerekek, azokat áldozatkészséggel tanítgatják, de fel sem merül, hogy ha az araboknak fontos, vagy horvátoknak fontos, hogy Budapesten középiskolájuk legyen, miért nem fontos nekünk is, akkor, amikor kitántorgott Amerikába 1,5 millió emberünk, írta József Attila, és az a kitántorgott 1,5 millió, én magam beszéltem olyanokkal amerikai utamnál, hogy vannak ilyen 40-60 ezres városok, hát például New Jersey-ben több ilyen van, hogy az utcanyelve magyar volt az 50-es években. São Paulo-ban volt városnegyed, ahol az utcanyelve magyar volt, de ez 10 év, 20 év alatt komplett eltűnnek, mert nem fontos számukra, hogy iskolákat tartsunk fenn, odaadjuk a gyerekeket. Most hallottam egy norvégiai elég szomorú példát, hogy kikerül egy óvónő, aki elhatározza, hát egy óriási fiatal emigrációs, emigrációnak nevezem, most már ilyen munkakereső réteg van ott, de mind ilyen fiatal, 20 éves, kicsi, 4-5 éves gyerek és mamák, és ez a hölgy, ez nagy lelkesedéssel elgondolja, hogy ő egy magyar óvodát, és oldják meg, hogy reggel eljuttatják a gyereket, és akkor ők ott vigyáznak rájuk, tanítják magyarul, legyenek magyar óvodában, nekik is jó, stb. Stb. És akkor találkozom a hölgyel, és megkérdezem, hogy na mi lett a végkifejlete ennek a dolognak. Azt mondja, hogy úgy megvádolták, hogy szinte elüldözték, hogy ő egyéni érdekből próbálja őket rávenni a mi nemzettudat csirájában, meg van mindenkiben, hogy mi adjuk oda, miért adjuk oda. Sokkal közelebb is van óvoda, ahova beadhatjuk, norvég óvoda, neki nem fontos. Tehát a nemzettudatunkkal baj van, mert nekünk nem fontos az, hogy éltessük a nemzetünket, éltessük a kultúránkat, nem fontos. Ennek ellenére van egy erős magva a nemzetünknek, amelyik most már nyugodtan mondhatjuk úgy is, hogy évezred óta fenntart bennünket, éltet bennünket, a nemzet továbbélése ennek a magvnak, amelyik azt hiszem koronként változik, hogy milyen réteget tud lefödni, de van egy vonulata azoknak a magyaroknak, mondjam úgy, akiknek jó magyarnak lenni, szép magyarnak lenni, szinte azt mondhatnám, megint egy
Nem tudom, nem mondtam el itt ezt a történetet, mert számomra egy megrendítően szép történet, hogy Kárpátalján, Ungvár mellett beszélek egy idős bácsi, valaki több mint 10 évet töltött a gulágon, és egyetlen bűne volt az, hogy magyar volt, semmi más, csak a magyarságáért hurcolták meg, és akkor, miután elmondta a Kálvária útja életútját, mert szörnyű élete volt szerencsétlen embernek, és akkor megkérdeztem tőle, hogy ezek után hogy látja? Jó, hogy a Jóisten magyarnak teremtette? Soha nem felejtem el. Úgy ültünk egy tornácon, hogy ilyen hosszú pad volt, a padot hátrább taszította, hogy fel tudjon állni, letérdelt, összefogta ilyetén a két kezét, felnézett, elkezdett zokogni, és azt mondja, hogy minden nap hálát adok a Jóistennek, hogy magyarnak teremtett. Tehát a szenvedés téged nem szembefordít a nemzeteddel, hanem megerősít a nemzeted szeretetében, a nemzeted megbecsülésében. Na, ennek a rétegnek köszönhetjük, hogy van a magyarság, és ha ezt a réteget sikerülne valahogy gyarapítani, sokasítani, túlsúlyba billenteni, akkor hiába, hogy adva van, ez nem kétséges, ezt aki gondolkodik, mindenki kell látsa, hogy az országunk, nemzetünk célpont, a világerő szemében célpont, tehát mi nem egy közömbös nép vagyunk, pont értékeinkre való tekintettel, mert fantasztikus értékeket őrzött meg ez a nemzet, tehetségben, kultúra teremtő erőben, alkotó képességben, alkotó erőben fantasztikus értéket adott az emberiségnek a magyarság. Na most, az utóbbi időben szinte minden húsvét, most húsvét után vagyunk, elgondolkoztat azon, hogy ugye ott van a ma szerencsétlen nagypéntek, és Poncius Pilátus felteszi a kérdést, hogy kit öljek meg, a jót vagy a rosszat? Egyszerűsítsük le. A jó vitathatatlan a názáreti, aki csak jót tett az emberiségnek, gyógyított, tanított minden, a rossz a gyilkos. És a tömeg ümölti, hogy öld meg a jót, és kegyelmezz a rossznak. Ez az erő mai napig valahol ott van a világban, mai napig üvölti, hogy öld meg a jót, és gazdagítsd a rosszat, éltesd a rosszat. Tehát ebben a fordított világban szükség van a mi tudatunkra is, mert jöhet a rossz, hogyha a nemzetben megvan az erős erő, amelyik akár önmagam feláldozásával úgyis a jó mellett maradok, a jóért harcolok, a jövendőbeli jóért, és nem leszek, nem alacsonyodom oda, hogy a rossz szolgájává váljak. Hát én azt hiszem, hogy a magyar megmaradás, hogy ezzel a gondolattal zárjam, a magyar megmaradás, ez egy nagy kérdőjel napjainkban. Hatalmas világerő célpontjában vagyunk,
óriási erő, tehát összemérhetetlen. Emlékszem, amikor 56 volt, akkor a gyerekeknek, én akkor tanár még nem voltam, de rá két évre tanár lettem, és én valahogy beloptam, bár ez olyan főben járó bűn volt, hogy ezzel fejvesztéssel is lehetett volna ezért fizetni, és akkor nagyságban felrajzoltam a táblára a hatalmas szovjet birodalmat, és akkor a nagyságrendben, a hatalmas szovjet birodalomban itt van egy kicsike, és nézzétek meg, ez a kicsi nép egyetlen volt, amelyik szembe mert szegülni ezzel a hatalmas erővel, és a szembeszegülés majdnem meghozta az eredményét, és ugye erre, hogyha van ez, és sokszor menet közben derül ki. A kölni példa volt, hogy aki nem tudja, hogy hova tartozik, egy adott pillanatban ráébredhet. Tehát abban kell reménykedni, hogy rá tudunk ébreszteni. Na most egy szomorú dologgal fejezem be, azért, hogy én tisztelem a nagyjainkat, és vitathatatlan, hogy a 20. századi magyar irodalom egyik legnagyobbjától, úgy értem a 20. század második fele magyar irodalmának az egyik legnagyobbjától idézek. Előbb akarattal nem mondom meg, hogy kitől, hogy hát ha valaki megmondja, hogy kitől idéztem. Azt mondja, hogy mi a mi? Magyar vagyok, mit érdekel engem a magyarság maga? Mi a magyar? Nem érdekel. Fügyülök rá. Ha valami nem érdekel, az az, hogy mi a magyar. Amiképp az sem izgat, hogy mi az olasz, mi a francia. Előbb van az én, azután a mi, és nem narcizmusból, hanem mert én nélkül nincsen mi. A nemzeti nem azonos a nemzeti hőbörgéssel. Ki írhatta ezt? Valaki megfejtje. Majd mindjárt megmondom. És még egy élményemmel, egy szomorú élményemmel tetőzöm ezt meg. Az első 8 év magyar államfője utolsó évét ülte az államfői székben, amikor volt egy magyarok világkongresszus. Az volt az a világkongresszus, ahol 45 országból, többek között még magyarabokat is meghívtak ide, és akkor én is ott voltam, és elvittek bennünket az országházba, tehát 45 ország, 1000 magyarja, tessék elképzelni. És ez a szemét, annyiszor mondtam el, hogy én azt mondom, hogy legyen átkozott még az emléke is. Ez a szemét magyar államfő az országházban kiáll az 1000 magyar előtt, és elkezdi a szöveget, hogy azt mondja, hogy volt nekem 4 olyan nagybátyám, aki emléket hagyott az életemben. És akkor elkezdi jellemezni, hogy az egyik, én nem tudom miket mondott, úgy néztem, hogy mit lovat tenyésztett, stb. Egy talpig becsületes ember volt, a másik egy svihák, mindenkit átejtett, stb. És akkor egy adott pillanatban beszél, vagy 5 percet a nagybátyairól, vagy még többet, és egyszer azt mondja, hogy ezért nem szeretem a ságsé végű szavakat, az ilyen, mint magyarság. Hát kérem szépen, ez az ember volt ennek az országnak az államfője, és ide jön Új-Zélandból és Buenos Airesból magyar, és azt mondja, hogy
azzal távozik, hogy Magyarország államfője nem szereti az ilyen szavakat, hogy magyarság. Hát egy ilyen nemzet vagyunk, és sajnos valakik a nyakunkra, vagy a mi gyengeségünk, ezt is lehet hinni, a nyakunkra ültette ezeket. Na, én bár negatív példákkal kezdtem, a másik, amit hát nem szívesen mondom, mert én nagy írónak tartom, és nagy élvezettel olvastam könyvét, de Eszterházy Péter írta le ezt a gyalázatos szöveget. Gyalázatos, szégyelje ő is magát, hogy ennyire nem jelent neki semmit. Na, ilyenekkel van tele a nemzet, mint a két, az egyik a Nobel-díjas, még a nevüket is nem jó, Kertész, a másik a névrokoni, aki Kanadába ment ki mocskolni a genetikailag alávaló fajtát, és ezek Kossuth díjasok, és ők képviselnek minket a világ előtt, úgyhogy elég szomorú, és azt jelenti, hogy kiváló tehetségű emberek tartoznak abba a nemzet tudat nélküli, de nem csak, mert ez még nem baj lenne annyira baj, ha csak nélküli, de nemzet ellenes oldal képviselői közé. Köszönöm, hogy meghallgattak, és bízunk abban, hogy csak az egész történelmünk bizonysága, hogy feltámadásra képes nemzet vagyunk, ez még tovább fog éltetni bennünket. Várjuk már, várjuk az új magyar csodákat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Gazda Józsefnek ezt a látszik, hogy nagyon régóta, nagyon alaposan megérlelt vízióját, és főleg azt a szenvedélyességet, ami hát szerencsére úgy, ahogy ő is mondja, én is úgy érzem, hogy minden ellenére ebben a maradék országban erősödőben van. Gyarapodnak azok a közösségek, azok a csoportok, amelyekben a nemzettudatnak ezek a csírái megfakadnak. Nagyon könnyű ezeket még eltaposni, de reméljük, hogy ott vannak a kertészek is körülöttük, és valóban én is azt gondolom, hogy az a kötelességünk, hogy ezeket a kis közösségeket, ezeket szaporítsuk, erősítsük az egymáshoz tartozás tudatát. Egy olyan gondolat motoszkál itt bennem egész végig, ami hát azt a kérdést járja körül, amit Gazda József úgy tett fel, hogy vajon miért van ez a bölcs Leóféle megosztottságunk, és az ebből következő kiszolgáltatottságunk. És amit végigvezetett ezen az egész nemzettörténeten, hogy történt 48-ban, 50-től, de a kiegyezéskor, a Károlyéknál, 56-ban, amihez én azt tenném hozzá, hogy talán éppen azért, mert az a világerő, ahogy ő nevezte, ez a világerő kifejezetten egy olyan szentségellenes, kifejezetten anyagi érdekeltségű világ, amelyik éppen ezzel a csábítással tud csatlósokat szerezni, hogy megint a Gazda József szavát nézem.
De ott van egy másik dolog is, Kocsis István többször utal a Szent Korona tanról írott könyveiben, éppen arra a Kuruc-Labanc ellentétre, amiről Gazda József beszélt, de egy egészen más értelemben. Ő azt mondja, hogy nézzük meg, hogy a kurucok és a labancok szót tudnak érteni a Szent Korona eszmeiségében. És hát éppen azt a példát is idézi, amiről Gazda József előadásában is hallottunk, nevezetesen Pázmány és Betlen példáját. Pázmány a rekatolizációnak a nagy hitszónoka, és a nagy Habsburg hívő, a Nagyszombati Egyetemnek az alapítója, és aki a legszebb példáját adja a Betlen Gáborral folytatott levelezésében annak, hogy azon túl, amit éppen Gazda József idézett, hogy vigyázni kell, mert ki vagyunk szolgáltatva, vagy ki vagytok szolgáltatva a töröknek. Tehát, hogy a táborokon keresztül a nemzet megmentés gondolata, hogy él a Kurzban és a Labancban, hasonló példát hoz fel a Rákóczi szabadságharcok kapcsolatban, a szatmári békéről, ahol Pálffy és Károlynak a megegyezésében ugyanez a gondolat jelenik meg. Arról azt akarom mondani vele, hogy és tegyük hozzá még szélsőségesebben, mert valóban ez egy kulcskérdés. A magyarság és a Habsburg ház kérdése. A Habsburg ház uralkodóit a Szent Korona nevében koronázzuk mi meg, úgy, ahogy Gazda József mondja, mit ez, mi választjuk őket királyunká. És ebből következik az, ami, de hát, hogyha úgy van, akkor mégis lehet a Szent Korona tan nevében is olyan világmagyarázatot adni, olyan ideológikus képet, amivel jelentős embereket fordíthatunk szembe ezzel a nemzeti törekvéssel. És lesznek kiszolgálóivá annak a Habsburg háznak, amelyik most már elég jól tudjuk nyomon követni, hogy évszázadokon át kifejezetten egyenes döntéssel és határozatokkal a magyarság kiirtására vagy meggyengítésére törekedett. Elég itt második Ferdinándra utalni, aki ugyanakkor az 1610-es évek végén fogalmazza meg, és éppen Betlen Gáborral szemben, hogy ki kell írtani a kisdett gyerekekig azokat, akik magyarul beszélnek, mert nincsen más megoldás. És ez folytatódik végig a századokon. Ez nagyszerűen követi nyomon Dümmer Dezső az Írástudók Küzdelmei című könyvében is mutatja ezt. Ugyanez az ideológikum megjelenik éppen valóban a kiegyezés korában, majd később azokban a liberális gondolatokban is, de megjelenik, és a leginkább az én szememben a kádári liberalizmusban leplezi le magát, ahol én úgy gondolom, hogy a nagy tragédia ezután a második világháború után következik be, mert itt történik meg először, mert addig mindig megy ez a harc a magyar Szent Korona alkotmány nevében, a Habsburg ház ellen is, és ennek a visszaépítésére tett kísérlet az első világháború után is, de a második világháború után ez a ateista
magyar állam és a kommunista világuralmat kiszolgáló magyar állam egyenesen a magyar nemzet ellenségévé válik, és nagyon jó az a példa, amit Gazda József Kölnből hozott, amit én itt, mikor én 65-ben jöttem át ide Magyarországra, ugyanúgy megtapasztaltam, mint ő, hogy megkérdezték, hogy honnan tudok én ilyen szépen magyarul. Sőt, az első osztály, amelyikben én Kolozsváron végzett magyar tanárként lehetőséget kaptam, hogy magyar tanítsak. Az első hónapban bement az igazgatóhoz tüntetni, hogy ők romántól nem tanulnak magyart. Tehát itt ez a román-magyar határ közelében, 30 kilométerre a román határtól. Tehát ez egy olyan államhatalmat jelenített itt meg 45 éven át, amelyik mindent megtett a magyar nemzettudat szétszúzására, és ehelyett emlékezzünk a nagy vívmányokra, a 70-es évek végi, 80-as évekbeli nagy vívmányokra, amikor a kommunista gazdaság liberalizációja címen második műszak, harmadik műszak, GVMK és így tovább szervezésével arra irányította a figyelmet, hogy ez semmi, ez már régi, elveszett. De itt van a lehetőség, mi vagyunk a legvidámabb barak, lakjunk jól, várjunk a Trabantra, várjunk a Skodára, horribile dictu, a Moszkvicsra, és volt a másik, a Ladára, ami aztán a megkoronázása volt ennek a Gulág Magyarország jólétének, a Frigiderre, és így tovább. És lám, én is így látom, hogy mégis azokból, a kis csírákból, ahol megmaradt ez a magyarság, mégis újra szárba szökken, és ez a dolgunk, azt hiszem, hogy ezt az újra szárba szökkennő és erősödő magyarságot erősítsük. Hozzátennék egy olyan dolgot, amit én nagy örömmel látok. A másik szakom francia. És csodálattal tapasztalom, hogy éppen abban a Franciaországban, ahol a nagy francia forradalom következtében egy olyan nemzeteszme született, aminek a nevében szét lehet verni. Más nemzeteket, és egy olyan nemzettudatot alakítani, ami ugyanígy a nyerésségen, a gyarmatok kirablásán alakul, és ami nagyját tesz minket ettől. Ugyanebben a Franciaországban egy-két évtizede egy nagyon szép és nagyon erős intellektuális mozgalom van komoly tudósok körében, aminek a célja és megnevezett iránya a politikailag és történelmileg korrektnek az elvetése és annak a kimutatása, hogy milyen hazugságra épül ez. Most ennek az irányzatnak az egyik nagy gondolkodója, egy szociológus, egy Bourdieu nevű szociológus, aki kimutatja a könyvében, hogy az, amiről itt beszéltünk mindig, a mai napig is, a tudományos akadémia, amelyik a tudomány nevében akarja mindazt lejáratni, amiért mi élünk, hogy a tudományos iskolák közötti harc, nehogy azt gondoljuk, hogy úgy dől el, hogy melyik iskolának van több racionális vagy tudományos érve, hanem attól függ, hogy a pénzhatalom, a politikai hatalom, a katonai hatalom és ezeknek az együttesek itt támogat. Erre két példa elég a magyar történelemből, az egyik az 50-es évek, amikor a Magyar Akadémia kifordul a sarkából, amikor finnugorrá változtatnak minket,
és a másik pedig éppen a második világháború utáni. Amikor mindez a hatalom oda tud hatni, hogy a tudománynak, a tudásnak nevezett érvrendszer az egésze, és ma az egész világban az egész liberális gondolkozás ezen alapult, és ezért nagyszerű, és kell bízni abban, ahogy Kocsis István mondja, szívesen hivatkozom erre a mondatára, hogy bízni kell abban, hogy éppen azért, amit mi őrzünk meg, és amiért célkeresztjébe kerülünk ennek a világerőnek, ahogy Gazda József mondja, vagy a szervezett magánhatalomnak, ahogy Drábik János mondja, azért kerülünk a célkeresztjébe, mert bennünk éppen az életnek ez a szentsége él, és éppen azért, mert Rákóczi, vagy Zrínyi Miklós, amikor megírja a Szigeti Veszedelmet, akkor éppen azt tanítja, hogy legyünk olyanok, próbáljuk meg követni Krisztust, mert akkor megdicsőülünk. Ha kirohanunk, az nem elpusztulás, hanem megdicsőülés, és az angyalok serege felvisz a mennybe. És Rákóczi Ferenc azért tudja azt megcsinálni, amit megcsinál, mert az ő anyja Zrínyi Ilona, és Zrínyi Péter, akinek a testvére ez a Zrínyi Miklós, és ezek a horvátok azt mondják, hogy ne bántsd a magyart. És ami itt van, ez a plakát, ez két régiónak a találkozása, aminek most lesz hamarosan az első nagyon szép rendezvénye. Az egyik 1919. április 19-e az a történet, amire Gazda József is utalt, a székely hadosztály története, Körös Tárkánynak a tragédiája, és a Fekete-Körös-völgyi falvaknak a magyar írtása, amit a bevonuló románok rendeztek. Nagy szombaton érte el Körös Tárkányt. A másik pedig, ez 1923-ban, tehát három évvel Trianon után, három éves harc után a nyugat-magyarországi falvak, a Pinka-völgyi falvak, amelyek óriási túlnyomó részben német és horvát többségűek, de 70-80-90%-ban, három év harc árán érik el, hogy Ausztriától visszakerüljenek a Szent Korona országához. És ez csodálatos módon 23 húsvétján történik. Ezért ennek a találkozásnak az a neve, hogy a nagyszombati mártírságtól a hazatérés húsvétjáig. És én úgy gondolom, hogy nekünk ezt az utat kell bejárni. Most ebben az évben először a Pinka völgyében lesz általános iskolás diákvetélkedő magyarságismeretből és helytörténeti ismeretből. Egymást fogják kérdezni ezek a diákok és a tanáraik. Hát ezeket a gondolatokat váltotta itt ki belőlem Gazda Józsefnek az előadása, aminek a konklúziója én bennem az, hogy éppen azáltal, hogy a magyarságunk a szentséghez kötötte, ahogy Varga Tibor szokta mondani, mi nálunk a jog is, a törvény is a hitből fakadt ki, ezért vagyunk célkeresztben, de éppen ez is fog megtartani, ugyanúgy, mint hogy megint nagyon szép példa volt a Pilátus példája, hogy kit öljünk meg, és kit erősítsünk. Ezért veszélyes az, hogyha mi ezt a
keresztény Angliát, a keresztény Európát, vagy a keresztény magyarságot, keresztény Magyarországot akarjuk. Én azt gondolom, hogy ez, igen, ez csak abba az irányba hozzá, megy, amit te igen, gondolsz. Csak annyit fűzök hozzá, hogy ez azt kell bennem korrekcióra vigye, hogy a labanc magyarok, hogyha a labancokat a lojális magyarokon értjük, nagy számban voltak nemzeti érzésű emberek, tehát ott a, mert a Pázmányra nekem senki nem mondja, hogy ő labanc magyar volt, királyhű magyar volt, Habsburghű, és de ő a nemzetet egy oly mélyen szerető nagyunk volt, hogy én kell korrigáljam ezt a szót, hogy tehát ez inkább ez egy kicsit sémaként használtam én, tehát föltétlenül. Nagyon érdekes, Brüsszelben beszéltem egy Romsicshoz hasonlít a neve, de valami hangkülönbség van egy ilyen, egy Horthy köréhez tartozó vezető magyar egykori politikus, akitőnek feltettem a kérdést, hogy hogy állunk, mert ő ott kint Habsburg Ottóval is tartott kapcsolatot, és ő azt mondja, érdekes volt ez a megfogalmazása, hogy a magyarság mindig felségtisztelő, de ebben benne volt, hogy a koronát is tisztelte abban az uralkodóban. Na most az uralkodó nyilván, ha méltatlanná vált erre, akkor is van a történelemnek egy helyzete, amikor te nem tudsz e fölött ítélkezni. Tehát, na, köszönjük igen. Szépen. Ez a 22-es csapdája, én azt hiszem, mert hogyha én, nekem megvan a bizalom és a hitem ebben, és valaki felmerte tenni a fejére ezt a koronát, akkor az biztos olyan kell legyen, és az ember a maga halandó létével ki van szolgáltatva annak, hogy ha majd 30 év után, születésem után 30 évvel elkezdek felnőtt fejjel gondolkozni, és akkor kezdek rájönni, hogy mit tettek meg velem 1945 után, és kezdem ezt megérteni, mint a Kölni barátod, aki akkor döbben rá, hogy hát én ezt nem kaptam meg senkitől, és akkor kezdi ezt megélni. Tehát itt van egy olyan plusz dolog is az egyes halandó embernek a végességében, mind intellektuális, mind fizikai végességében, ami a kezükre játszik ezeknek az ellenséges hatalmaknak, amit úgy is mondanék, ahogy a marxizmus ugye úgy fogalmazott, hogy az elmélet anyagi erővé válik, ha behatol a tömegekbe. Ennél aljasabb mondatot nem tudok elképzelni, mert az elméletnek, a gondolatnak az iránya, az ellenkezője kell legyen. Az anyagiból felvinni a szellemibe, a szentségbe. És ugye ennek a teljes ellenkezőjét tanít, és a felvonulásokra, ha gondolunk, ahol ugyanezt csinálták, anyagi erővé változtatták azt a dogmát, amit mondtak, bennünk változtatták ezt azzá. Tehát úgy gondolom, hogy ez az oka annak, hogy ami a mi nemzeti sajátosságunk, hogy a szentség jegyében fogalmaztuk meg magunkat, és ezért volt ennek a konferenciának a mottója és a jelszava az, hogy jövő a Szent Korona jegyében. Ez tesz minket ellenséggé, de úgy gondolom, hogy ennek a jegyében tudjuk magunkat is megmenteni, és a világot is, és el fognak jönni azok, akik azt látják, hogy a halál civilizációja az, ahol a felhőkarcolókba kihalni mennek az emberek,
és importálni kell a gyarmatokról a szaporodó nemzeteket azért, hogy belakják majd ott azt a világot. Mert másképpen nem azért élnek az emberek, hogy folytassák az életet, hanem azért, hogy jól érezzék magukat, kényelemben legyenek, ne neveljenek gyerekeket, mert ha gyerekeket nevelnek, akkor ráfizetnek. És ezért ott ki kell pusztuljon az élet. Az a törvénye, az a logikája annak, amit csodálatos fejlődésnek mutatnak be. Ezért, mikor ők látják, hogy kipusztul ettől az élet, el kell menjenek és meg kell kérdezzék azokat, akik ennek az ellenében építik a maguk világát, és mi azok vagyunk. Nem tudom, hogy a teremben lévőknek van ilyen kérdése, észrevételek az a József előadásához. Ha nincs, akkor megkérdem, hogy az eladó az a könyv, az a... Mi? Ott van, mert én nekem az nincsen meg éppen, úgyhogy akkor én... Jó. Akkor nagyon szépen megköszönöm mindenkinek, aki végighallgatott minket. Még egyszer tisztelettel megköszönöm Gazda Józsefnek az előadását, és hát tényleg ezt el kell gondolni, hogy tegnap délután indult el Kovásznáról, ma délben megérkezett, egy kicsit beleszippantott Budapest levegőjébe, és 5 óra 5 perckor már itt a jegyzet, az elkészített vázlat alapján. Nagyon szépen köszönöm. Nem írdem, hanem helyzet. Ez igen. Kap helyzet. Nagyon szépen köszönöm.